szívem mindig valahol egy kutatóféle maradt, de a ma kötelességem az mindenképpen a BRS cégek irányításához, fenntartásához, működtetéséhez köthető. Elsősorban az egészet kell látnom összefüggéseiben, működésében, fenntarthatóságában. Ez az én feladatom. Ez a vállalatcsoport egy terméken, a BRS Cseppen jön létre. 62 termékünk van, Szolnokon gyárunk van, itt az irodázban fejlesztő laborunk van. Lehettem úgy 12-14 éves, amikor elhatároztam, hogy vegyész leszek. Életemben egyik legnagyobb dilemma az a kutatói pályáról történő átállás. Egyfajta vállalkozói pályára. Elsősorban atyám példája állt előttem, aki megszenvedett ezért az ügyért a szocializmus vagy a kommunizmus éveiben. Legfontosabb értéknek én a csapatmunkát tartom. Igazán mindig abban hittünk, mióta a vállalatokat működtetünk 23 éve, hogy a jó csapat képes versenyhelyzetekben helytállni, új dolgokat kitalálni, egyáltalán fejlődni. Még abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy hallgathattam Bruckner Győző professzornak a szerves kémiai előadásait, amit később Kucsman tanár úr vett át. Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy ezekkel az embereknek az előadását hallgathattam. Az egyetemi évek egyébként a magánéletemet is nagymértékben befolyásolták, hisz feleségemmel kötött ismerettségem is köthető az egyetemre. Ő egyetemet kezdett akkor, amikor én befejeztem, és hát ma is boldog házasságban élünk, úgyhogy az egyetemnek köszönöm őt is. Persze, hogy az eltére jártam.